Ebben a kísérletben a sport és a légzés változásának összefüggését vizsgáljuk. A kísérlethez szükségünk van egy CE-ESV adatgyűjtőre, egy légzésvizsgáló övre és a hozzátartozó gáznyomás különbség szenzorra. A vizsgálat menete a következő. Teljesen leengedett övet az alany derekára helyezzük, rögzítjük a tépőzár segítségével. Ezt követően a pumpáló labdával addig fújjuk az övet, amíg már nem lesz laza, de túl szoros sem, tehát az alanyt nem akadályozza a normál lélegzésben. Ha ezzel megvagyunk, a cső szabad végét összekötjük a szenzor P1-es kimenetével, ez lényeges, hogy pozitív nyomásértéket kapjunk, majd a szenzort és az adatgyűjtőt is a kábellel egymáshoz kapcsoljuk. És már indulhat is a mérés. Ezt végezhetjük az adatgyűjtőn is, vagy azt hozzá kapcsolhatjuk egy számítógéphez. A kezdőlapon kattintsunk a diagram ikonra. Nyomásszenzor automatikusan felismerődik, beállíthatjuk a mintavétel idejét, ez jelen esetben 20 másodperc lesz, és a mintavételi gyakoriságot, ez kísérletünk szempontjából most nem lényeges. Ezután elindíthatjuk a mérést. A kirajzolódó görbén jól látható, hogyan változik a nyomás a légzés ritmusának megfelelően. Így szépen kirajzolódik a normál légzés grafikonja. Amikor a mérés befejeződött, leszereljük az alanyról az övet, és intenzív testmozgásra buzdítjuk. Jelen esetben kollégámat és segítőmet néhány kör lépcsőzésre küldtem. Majd megnézzük, hogyan változik a légzése. Kísérlet kiváló a tanulók fizikai állapotának felmérésére, valamint fogyókúrás tevékenységnek sem utolsó. Mivel a CE-ESV tölthető akkumulátorral és beépített számítógéppel rendelkezik, terepen és mozgás közben is használható. Miután kollégám kisportolta magát, ismét ráhelyezzük az övet, és új mérést indítunk a szuperpozíció aktiválásával, hogy az új görbe az előző fölé rajzolódjon. Az új görbén szépen látszik, hogy a be- és a kilégzés közötti nyomáskülönbség, tehát a légzés intenzitása nőtt, illetve a légzésszám is szaporább lett. A mérés végeztével ráközelíthetünk a grafikonra, így még jobban látszik a különbség. Majd a kapott értékeket el is menthetjük. Ezt később exportálhatjuk Excelbe is akár, és ott tovább dolgozhatunk vele. A CE-ESV-hez körülbelül 50 féle különböző szenzort kapható, többek között EKG, pulzus és szívritmus mérő, ezen kívül pedig a kémia, fizika, biológia, környezettan vizsgálataihoz is alkalmas. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és sok hasznos és izgalmas kísérletet kívánok a CE-ESV-vel!